Szeretettel köszöntöm a Patmos Café nézőit, hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a vendégeimet, Illés Kornél lelkész. Szervusz, Illé... Kornél. Szia. Már majdnem Illésnek szólítottalak, lehet a szakár illetve Illetve a kollégánk Katlón András. Szervusz, András. Szervusz, Kati, én is köszöntöm a hallgatókat is. Természetesen ismét könyv ajánlóról lesz szó. Egy olyan könyvről, ami a nagyon mai, nagyon Belecsap abba, hogy mibe élnek ma a közéletben helyüket kereső keresztény hit, hitüket is megtartani akaró fiatalok. Lehet, hogy egy kicsit magyarázatra szorul az, hogy hogy jön ehhez egy lelkész és egy feltörekvő vállalkozó, ki milyen szemmel olvasta, és hát nyilván a téd az elsőség. Te milyen szemmel olvastad? Miért volt neked érdekes? Megmutatjuk a nézőknek ez a kerül, amibe kerül. Nem tudom, ehm, a, Nagyon jól mutatod. És egy ikerpár, tehát ők már eleve egy csapat, nem lehet Igen. mondani, hogy ők egy Igen. csapatként. Ez, ez előny, hátrány. Hát onnan szeretném kezdeni, hogy ajándékba kaptam a könyvet karácsonyra a fiamtól és a menyemtől, és ami nagyon hálás vagyok, és tényleg nem, egy, nem, nem szempontból olvastam, hanem egyszerűen csak azért, mert csak kaptam elolvastad. egy jó könyvet, és akkor mondom, elolvasom. Sőt, ilyenkor, az ember ajándékot kap, illik minél hamarabb, hogy ezt megtenni, hogy érezzék, hogy fontos ajándékot nem, de tényleg, nagyon sok könyvet kapok a gyerekemtől, tudják, hogy szeretek olvasni. Aztán nem tudtam, hogy ez hogy ez pont miről szól. Persze, mert mindig én, én könyvszakmában dolgoztam 7 évig. Ezt nem tudtuk. Te tudtad, Andris? Nekem még új az információ. <laughs> nekem is. Úgyhogy alapjáraton nekem minden könyv a borítóval kezdődik, azt mert így válogattam, hogy miket áruljak. Ezt át lehetett szállni mindig egy perc alatt, és soha nem vettem meg egy könyvet, árulni se, amivel nem értettem egyet, vagy úgy éreztem olyan, sőt voltam kiadó, most nyilván nem fog nevesíteni, ha ő adta ki, akkor már nem is árultuk azt a könyvet például. De nyilván a, a tartalom is nagyon fontos volt, és ezért ezt mindig elolvasni. És elolvastam, iszonyú szimpatikusnak tűnt, és, és úgy, úgy voltam vele, hogy Hát elolvasom, elolvasom. Kerülömbe kerül. <laughs> tényleg jó, Mennyi időbe kerül? Jó, jó, jó szöveg. Hát elolvastam pár nap alatt igazából, uh -huh. mert tényleg van egy húzat rajta. Tehát olvasmányos, tehát könnyű olvasni, izgalmas, és tőleg, főleg amikor ész, ilyen történet mesének el, több story is benne van, azok úgy tényleg úgy áthúznak. Van, amikor kicsit kicsit nehezebb olvasni, de de szerintem amúgy egy egész gördülékeny könyv. Egy elég ügyes írók is, most így mondom. Mm -hmm, tondom, pedig nem ez az egyetlen szakmájuk, sőt, ez egy mellék szakmájuk, abszolút nem? nem. A szakmájuk. Talán írtak még egy könyvet, mintha az kiderült volna. Igen, belőle. igen, én is úgy tudom. De azért nem, nem, ez a fő területük, hanem, hanem ugye, hát az, az egész eddigi életüket gyakorlatilag összefoglalják ebbe a könyvbe, legalábbis így ezt a szakmai, meg a hitéletüket, és Hát tényleg különleges, belelátni eleve van egy iker párnak az életébe, hogy akik mi úgymond szinglik vagyunk, így van, hogy nincs ikertestvérünk. Hát ez egy másik élet, tehát ez, ez egész elképesztő. De mi családunkban is volt iker, hogy apámnak az öccsei ikrek voltak, képzelhet. Apámtól 12 éve fiatalabbak voltak, hát most már ők is elköltöztek, de hát egy 80 év fölött éltek mm -hmm. ikrek. És, és ők hát is ilyen csapat voltak. Hát, fiatalkorukban, aztán fiatal persze, hogy szétkerültek, család. Hát nyilván mindenkinek kell, nyilván nekik is kell csinálni. Nekik is volt, amikor ebbe a sportba, hogy egyiket felvették, másikat nem. Tehát volt, hogy szétválasztotta őket az élet, de azért látszik, hogy ők is nagyon egypetéjűek, egyben vannak, nőve meg, azért ez az átjön. Tehát belevágtak egyrészt az apjuk révén abba, hogy megismerkedtek a hittel. Andrés, lehet, hogy innentől kezdve neked ez már egy kicsit ismerősebb, és ugye te egyrészt itt vagy kolléga, másrészt neked rengeteg terved van, harmadrészt annyira fiatal vagy, hogy előtted van az egész élet, és még rengeteg terved lehet. Mennyire érzette mainak ezt a könyvet? Mert nyilván másképp szól, majd kíváncsi leszek továbbra is, hogy hogyan szól ez egy lelkészhez, és hogyan szól hozzád. Abban mindenképpen csatlakoznék, hogy rendkívül olvasmányos. Tehát a... És ez jó, ezt most már a mai fiatal jó mármint, igaz? Öm, Ugye, ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor elsőre egy kicsit így az amerikai stílusra nagyon megütött a könyvnek. Ezt mindig megszoktam figyelni, hogy ilyen szakaszosan szoktam érintkezni ilyen amerikai életrajzi kötetekkel. És akkor ennek mindig van egy ilyen különleges buké, ami az amerikai hát, irodalmat általában jellemzi. És ez... ezt is szokni kell? Én nekem igen, ezt ugye uh -huh. emberre válogathatja, de az én uh -huh. esetemben azért egy picit így az első pár oldalon az bele kellett rázódni ebbe az ilyen közvetlenebb, ilyen sztorizgatósabb, egy ilyen kicsit egy, ez IKEA a stírus, inspirált hogy... stílusban, igen, hogy, hogy nekem én... ez könnyen fekszik. Érzékelhető volt, hogy az írók nagyon szeretnének inspirálni, és ez egy picit ilyen stilisztikai eleveket is magába horozott, de ez nagyon gyorsan megszokható. Tehát ez egyáltalán nem egy negatívum, csak ez egy ilyen érdekes sajátossággal kötetnek, viszont a történetek azok nagyon emberközeliek, és az egyik olyan dolog, ami nekem a könyvben kifejezetten nagyon tetszett, az az volt, hogy hát realisztikus alapon közelítette meg a dolgokat. Ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy mindig van valami sportoló, politikus, bárki, akinek van egy sikersztória, és akkor megírja, és akkor arról olvashat, hogy ja, hát ez az ember elképesztő, tökéletes életet élt le, és hogy nagyon inspiráló, csak én nem látom a saját életemben a jeleit. Ez, ez olyan szempontból egy, egy sokkal emberközeli kötet szerintem, hogy a, ennek az ikerpárnak a történet azért sokkal hullámvölgyesebb, és lehet, hogy a többi embernek is, aki életrajzi kötetet ír, csak mondjuk nem biztos, hogy mindig meg beleírják ezeket a pillanatokat. Itt azért benne van, ugye említette például, hogy a, mondjuk amikor nem veszik fel az egyiküket és a másikukat, igen, ők egyébként ugye baseball ligákba próbáltak, ez volt ők nagy álmuk, ugye ha esetleg majd valaki elolvas, akkor ezzel találkozni fog, hogy sportolóként akartak volna sikeresek lenni, és ugye ez egy kicsit kalandosabbra sikerült, de ez tetszett nekem kifejezetten, hogy egy sokkal emberközelibb történetekkel, olyan szempontok alapján mesélték el a történetüket, amiből tud, tudta, tudott az ember úgy meríteni, vagy, vagy <coughs> tudott hozzá csatlakozni, hogy, hogy nem érezte idegennek ezeket a történeteket, egyszerűen csak azért, mert ha nagyon szigorúan vesztük, akkor ez nem feltétlenül egy ilyen hollywoodi sikersztori, mert többször is ugye pályát kellett változtatniuk, hát elég cifra kalandos életük volt, nem lövök le több poént, hogy a hallgatóknak is legyen kedvük hát, Azért teszünk bele egy kis spoilert, de az tény, hogy olyan kihívásokról ír, ugye azt hiszem a 70-es években születtek. Hát Tehát aztán, 40 -40 50 évesek, aztán 42 50 éves. De Tehát nem tudom, kicsit... mikor meg, amikor írtak, akkor voltak uh -huh. Tehát nagyjából uh, körülbelül a mikor de mégis a, az, hogy hogyan került ez a Patmosznak a, a, palettájára és a menüjébe, az, az ettől kezdve lesz érdekes, mert Amerikában egy kicsit másképp alakult a közélet. Az is igaz, hogy mostanra, mint hogyha Magyarországon is lenne ez a fajta különbség, hogy amikor mi kerültünk be a gyülekezetbe, nem Kornél, akkor az ember még, én úgy emlékszem, mindent eldobott, és akkor mindent vagy semmit alapon Isten munkáját választotta. Ugye most már beértük ebben a tekintetben a korunkat, hogy erről nem erről van szó, hanem arról, hogy hogyan lehet komplexen megállni a helyüket a közéletben, és nulla kompromisszumot kötni a hitükkel. Ez ugye nem ennyire egyszerű. Lehet, hogy ezért érdekel téged lelkészként, vagy, vagy az, hogy emberekkel foglalkozol, és ugye abban az ő életpályájukban is látod ezt a fajta összetettséget. Még nekem is inspiráló volt, sőt, bátorító és buzdító volt. Nekem is oda benne kijelentések, buzdítások, meg hogy az ember hogyan álljon a dolgokhoz, meg még jobban, meg ne felejtsél. Tehát szerintem szóval nagyon komoly üzenetek vannak benne az egyező meg, komoly kijelentések, amiket ők meg is tapasztaltak, és azért hiteles, mert nem elméleteket mondanak meg, meg hanem amiket ők is megéltek, átéltek, és komoly konfrontációkba voltak benne. Nagyon komoly megtépázták a hírnevüket, lejáratták, megfélemlítették őket. Tehát azért ezeket mind kiálltak, és azért nem az, hogy két ember előtt, hanem úgy több millió ember előtt, tehát azért, azért úgy komoly srácoknak tűnnek, tehát nekem úgy tűnik, hogy tényleg nem egy ilyen hollywoodi sztárok, vagy mondod, hanem, na, nem tényleg húsér emberek, Ugye kiderül, ami nekem mindjárt szimpatikus hogy jó, úgy hogy kettőknek van kilenc gyerek, de azért, azért mégis kilenc gyerek van a két jó családban. Jó, téged nem lehet utolérni. Hát jó, most azért nem azt akarottam mondani, hogy most engem utol kell érni, de, de az, hogy azért nem, nem az van, hogy most megijednek a gyerekektől, látszik, hogy úgy, nagy hittel vannak a, a család, az ki, hogy szeretik a feleségüket, gyerekeiket, szüleiket, ezek mind-mind átjönnek, hogy az apjuk az lelkész volt. Ők is nagyon szerettek volna teljes idő szolgálók lenni, meg ez volt az álmok, amikor az, ez az egész baseballos történet ugye bebukott, 27 évesek voltak körülbelül, akkor ők, ők teljes idő, stb. stb. És ezt is nagyon jó írják le, és tényleg nem mondom az egészet, de annyit, egy, egy mondatot érdemes, hogy hogy az úr ezt megmutatta nekik, hogy ha ők a maguk területen az úr helyezte őket, ők ott azt teszik, amire az úr elhívta, akkor ők teljes idejű szolgálók. Nem kell egy gyülekezetbe, úgymond. Hát az egy... életükkel szolgálják. Így van, így van. És de olyan jól írják ezt lehet, olyan, olyan, természetesen, nincs benne semmilyen ilyen életidegen. Olyan, tehát látszik, hogy ezt, ezt, ők élik. Ők is ezt gondoltak, és ezt is leírják, hogy ők mit gondoltak, miért gondoltak, ezt, hogy voltak gyávák mitől féltek, és ezért jó az egész, mert ezek ezekben az ember beléli magát, hogy tényleg én is így dáva voltam, amit féltem, de azért mégis az urát segített, és, és tényleg megszerveztek egy nagyon komoly rendezvényt, amit, ami így, így az egész Amerikának a lelkismeretét, így az, ugye az egyházat meg akarták szólítani, és hát tényleg az egy, az egy óriási nagy dolog volt, így, amit én aztán 14 vagy, vagy, vagy 12 vagy valahogy, itt pontosan most nem tudom, melyik választás előtt volt itt hirtelen, de, de, az a lényeg, hogy, hogy nekem az is nagyon tetszett, hogy, hogy bevállalják ezeket a ezeket a köz... Tehát ugye ez, ez is végigmegy a könyv, hogy három területen kell az embernek harcolni, személyes egyéni területen meg vannak harcink, meg van a gyülekezeti szinten és nemzeti szinten. És ők mind a háromba ö, gyakorlatilag ö, beleálltak. beleálltak, és nyilván ezt is elmondják, hogy ha valaki az egyéni területen megbukik, vagy bűnben él, akkor nyilván másik kettőn se tudna sikereket elérni, és ez is leír, hogy azért szent módon élnek, erkölcsösen élnek, szóval nem nem élnek bűnbe. Még ha persze ilyen gyávaság, félénkség, meg, meg egy-két tan, nyilván ezek meg, de ezeket is ott megbánják a könyvben. <laughs> Térnek írnak de ezek is ilyen, ilyen jók, tovább, nem, tényleg nem ez hogy tökéletes, nem hibátlan, steril, állandóan csak jól, jól döntönek, nem, csomó rossz döntöttek, de ott tudtak térni belőle. És tényleg ez, ez is látom az egész könyvön nekem, hogy, hogy ez, ez majd a végefele jön jobban ki, hogy, hogy sokszor az emberek, abban is nagy tanítás van, hogy, hogy Isten ad egy célt nekik, és az lesz a bálványuk és ez egy óriási üzenet a könyvnek szerintem, hogy az Isten személye, még az Isten által kitűzött célokat is megelőzi. És az Isten szém sokkal fontosabb, mint az, hogy adott Isten egy célt, és utána az ilyen bálványunká lesz, és nem tudjuk elengedni. Holott közben lehet, hogy Isten, más Isten van, akar már Isten már, Így van, így van. Tehát ez, ez, is egy üzenet, hogy, hogy, hogy amit egyszer megfogsz, az nem bizony egész életedben, vagy Isten adott, nem biztos egész életedben. Lehet, hogy 5 évig, 10 évig kell azt csinálni, és az úr majd, majd ez az óra való személyes közösségre nagyon nagy hangsúlyt tesznek, és nagyon jól le is írnak, hogy ezt hogy, meg mi. Tényleg adnak ebbe segítséget, kapaszkodókat, akik közben esetleg ebbe elsodródtak, vagy bármilyen helyzetbe is kerültek. És mindig ez a cél, hogy tényleg Jézussal legyen személyes közösségünk, És ez megvan, akkor az úr úgy is úgy vezette, hogy ő akar. És, és akkor be be így van, és betelik ez, hogy ahova a hova szél fúj. Így van, így van. És, hát és, tehát, hogy meg kell és, maradni és nem a vállalkozásokban, vagy a közéletben is ebben, ebben, vagy a saját karrierünkben. Igen, hát ugye ez, 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 ez két nagy sztori van benne, az egyik ez a sportos történet, és baromi tehetségesek voltak, és el volt az álmuk, hogy ugye legyenek, hogy amott Ezeket a baseball példákat bevallom, és ennyire nem értettem, mert lövés és a szobályokra, meg ott a végén is mondja, hogy, hogy, most a kis padra ülsz le, vagy a bázisra szaladsz, azt nem tudtam pontosan, hol a bázis, meg hova kell szaladni, de a lényegét értettem, hogy... A hogy sodrásba mert... De hogy történnek a na... dolgok a pályán. Igen, nálunk ez ugye nem annyira népszerű, mint amerikános. Ezt a részét egy kicsit, hogy én nyilván nem is értettem, hogy miért ennyire le de ők, ők, ez volt az álmuk. Mi meg szerintem fotózni ez volt az álmuk, hogy mi is focisták, NB1-es válogatott. Körülbelül így ezekkel nyilván bele de, de utána pedig, ugye ők nagyon akarták, hogy így Gyülibe, teljes időszolgálat, apjuk is, akkor ők is, minden is, az úr nem ezt mutatta nekik. Pedig ők nagyon ezt szerették, ez volt az álmuk és az úr bevitt őket egy ilyen ingatlanos vállalkozásba, amiben volt egy olyan piaci rés, amit tényleg nagyon jól meg tudtak lovagolni, és nyilván az úr támogatás, ha iszonyú sikerre vitték. De nekem ez nagyon úgy tűnik akkor, hogy az jön ki belőle, hogy nem mi irányítjuk azt, hogy hogyan akarjuk Isten szolgálni. Abszolút, abszolút ez is átjön, és ami még nagyon nagy üzenet benne, hogy, hogy maga a, 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 pénzünkkel is, a vállalkozásunkkal is Isten céljait kell szolgálni. Tehát, hogyha ez öncélúan csak az, hogy mi jobban éljünk, egy kicsit meg kicsit többet nyaraljunk, akkor ez is Isten ezt, ez se fogja úgy támogatni, nem? Tehát az egész pénzszerzés, az egész vállalkozás, hiszük, hogy tényleg ez a bibliai látás, hogy ennek, ennek ezt, ezt, be kell vinni az Istenek a munkájába, és, és, és nem öncélúan. Tehát Nem. az egész élet. Most, ahogy úgy beszéltek róla, olyan, hogy az egész életünk gyakorlatilag Isten tudja szolgálni, ha minden uh, hétköznapi területen is ezt tudjuk követni. Igen, és szerintem erre jó példa ez a két srác, Most így mondhat, mert uh -huh. időszakok egy pár évvel tőlük. De, de most már most ezen a képen még és látok igen, igen. ki. Jól csinálják, jól, jól csinálják, morkedim. Igen. Igen, úgyhogy tényleg. Sokat, Sokat ő lehet tanulni. Sokat lehet tanulni. És mivel, mivel úgy adják elő, meg is kívánja az ember. Meg is hát kívánja jó, az ember. tehát étvágygerjesztő. Andris, neked kínált étvágyat? Mert szükségetek van rá, mert ugye nekünk folyamatosan már a, a, az élet közepetején ezt folyton formálgatni kell, de nektek kialakítani kell, és neked vannak is elképzeléseit. Ebben segített ez a könyv hogy látást átadjon? <coughs> Hát mindenképpen, ugye szerintem egy érdekes járuléka így a, a mai, hogy mondjam, világberendezkedésnek az az, hogy én, én nem tudom összehasonlítani azzal, hogy mondjuk, amikor ti fel, mennyire volt tervezhető valami, de, de azért most így az orosz-ukrán háború, Covid-válság, stb. egy csomó mindent teljesen destabilizált így a, akár a, a szakmai területeken, akár hogyha valaki vállalkozni szeretne, nekem is volt olyan terveim, amiket vargabetűkkel át kellett húzni, mert, mert egyszerűen a körülmények hogy varga úgy, betűkkel, úgy változtak. vagy más irányba indultál, Tehát de ugyanoda akarsz vagy, 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 vagy más úton, vagy végül azt valamit halasztani kellett célt esetleg, mm -hmm. és azért is volt egyébként ez a könyv ilyen szempontból egyébként inspiráló, mert itt nagyon... Nagy hangsúlyt vettettek arra az írók egyébként, hogy eh, ahogy mondtad is, hogy nem a, a cél a, a mindennek, mindent felülmúló, mindent eh, megelőző eh, érték, hanem, hanem vannak más olyan alapelvek. Ugye természetesen ott volt Isten, de ebbe azt is meg lehet figyelni például, hogy eh, édesapjuktól nagyon korán eltanulták például az érték alapú gondolkodás, és ugye később ugye egyébként a karrierükben ezért többször kísértette is őket, hogy, hogy voltak olyan válaszutak, amikor a kellett dönteni, hogy akkor most a céljaik lesznek előre helyezve, vagy esetleg azok az alap erkölcsi értékek, amik alapján élték az életüket. Na én ezért gondoltam, hogy ez egy nagyon mai könyv, mert ez folyamatos napi szintű választásra Igen. Ö, 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 kényszerít minket az élet, és hogy abban sikeresnek lenni, mert azért annyi csoportát lehet, hogy ők azért sikeresek a mai napig. Igen, viszont az is tök érdekes az egész történet, történetsorozat tekintetében, hogy viszont azt is nagyon hamar úgymond érezteti, vagy megtanítja az emberrel, hogy, hogy az, hogy mondjuk egy életben többszöri pályaváltoztatás történik, és az aktuális helyzetnek megfelelően változtatni kell bizonyos dolgokat, az a ma világ vége. És azért ez a mai kialakult helyzetben szerintem a sok embernek ez jelenthet inspirációt, mert attól még, hogy mondjuk az adott olyan terve az embernek, amit mondjuk az adott életszakaszra megtervezett, az nem úgy történik meg, ahogy ezt ő eltervezte. Ugye szokták mondani, hogy ez az örökmonás, hogy ember tervez, isten végez. Ez ugye sokat elcsépelt mondás, de nagyon igaz. És ez a könyv ezt egész jól illusztrálja, hogy, hogy öm, annak ellenére, hogy, hogy lehet, hogy az adott tervez egyébként jó és valid, és, és egyébként lehet nemes is, és, és uh -huh. sikeres is. Ha mégsem írja az ember, akkor az sem tragédia egyrészt. Másrészt meg később, hogyha más helyzetbe vagy pozícióba kerül az ember, akkor egyrészt Isten terve is lehet abban, másrészt ha meg nem is feltétlenül még Isten akkor is megállhatja azokat a pozíciókat, amik ugye így kialakulnak. Úgyhogy számomra ez egy ilyen inspirálóbb eleme volt ennek az egésznek, és ugye említettem korábban, hogy amerikai a könyv, Ebben a tekintetben viszont annyira nem amerikai, hogy egy ilyen sokkal realisztikusabb világképet közvetített. Most én tényleg nem, semmi konkrét példát felhozott ezzel az amerikai köteteknek, azért van egy ilyen, a, sokszor egy rózsaszín felhő, amikor a, 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 ilyen inspirált témákról beszélgetnek, viszont én nekem abban a könyvben azt tetszett nagyon, hogy egy, egy, mert egy az inspiráció az mindig jó, viszont itt egy, szerintem egy egészséges arra a realitással keveredett, úgyhogy ez Bár e micsérenne. lehet, hogy ez is megérne egy külön beszélgetést, hogy ezek például a Patmoszáltal kiadott amerikai könyveket mennyire lengi körül rózsaszín felhő, mert én többet fordítottam belőle, és ugye a, 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 a felhő az lehet, hogy volt, de nem rózsaszín az egész biztos. Busztos. Szerintem valahol ennek van egy ilyen, nem is tudom, két mentalitás ütközéséből keletkezik ez a felhő, amiből lehet vihar, mert mondjuk most majd a következőkben fogunk a más könyvekről is. De hát ugye a stílus az egy dolog, a való élet, az húsvér valóság, tehát hogyha arról írnak, csak könnyes stílusba, akkor, akkor attól az még húsvér valóság. A, a stílus itt is rendkívül könnyed, tehát nagyon fogyasztható. Igen, azt mondtad, is, de hogy talán az nem baj, és nem, ebben nem, sőt, lehet amerikai, de hogy a valóság attól még ugyanúgy át kell élni, az embernek csak a kudarcukat, meg a, a, a azt, hogy az alcímér, hogy ne, Ne ragaszkodj görcsösen az álmaidhoz. Tehát ez is, hogy, hogy amikor van egy álmunk, nem biztos, hogy azt, azt, végig kell vinni, hogyha tényleg Isten fekszik ráadásul keresztbe, akkor bármilyen szép álom is az. Mi, mi, volt ilyen ebben a könyvbe, ami, ami belül tudtál azonosulni? Mert ugye van ezzel ütköztetve az a, hát most, ha cínikusan akarjuk mondani, szintén amerikai, hogy az álmaid, az álmaidat. Igen, érde. igen, ez nagyon érdekes, mert tényleg én is már rengeteg prédikációt is hallottam, hogy ragaszkodj az álmait Igen, igen, igen. <laughs> és erre most itt van a könyv alj és, címeként, és, hogy igen, ne! <laughs> és, és legalábbis ne gőltjük! Én nálam ez nincs szembállítva, tehát igen. én egyetértek az, hogy legyenek álmai az embernek, és az álmaink mondjuk azok, amik minket belülről érdekelnek, és izgalomba tartanak, és szenvedélyt hoznak belénk, és szeretnénk azt elérni, megvalósítani, ezek a mi álmaink. Igen. És Egyrészt az időzítés miatt is nem mindegy, hogy ezt az ember hogy akarja véghezni, mert lehet hogy, ezt, lehet, hogy Isten ma megmutatta, de lehet, hogy csak tíz év múlva akarja -e az életedbe. Például csak mondtam, nem biztos, hogy ma ez is hát jön. És a másik pedig az, hogy hogy az ember persze szeretne gazdag lenni, szeretne híres lenni, szeretne népszerű lenni. Ezek is normális álmok az emberbe, de nem minden áron, és nem, nem egy perc alatt, hanem ez, tényleg az ügyekkel, hogy föllemeljék az embert, és hogyha az ember leteszi az életét az úr mellé, az úr ügyei mellé, akkor az úr persze fogadni hírnevet, fogadni gazdagságot, meg sok minden jót tartogat Isten. És az, hogy ahogy az, az ige is mondja, sok nehézséggel és sok nehézség. és, <laughs> és ezt is lérek, hogy milyen csoda nehézségekkel, micsoda félemeken vezetett az út, és tényleg nem volt könnyű út, és egész. Például az is nagyon tetszik, hogy elkezdték a vállalkozásokat, ezt az ingatlanosat, hogy akkor talán öt gyerek volt, és ugye azt már ugye azokat etetni kellett, stb. 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 és nem volt pénzük. És hát nagyon, például olyan döntéseket hoztak, ami szerintem nekem nagyon tetszett, hogy és sok vállalkozónak azért megszívlelendő, hogy, hogy nem költjük el az egész bevételt, mert, mert most van használ, hanem, vissza kell forgatni a vállalkozásba, és sokszor négy-öt évig, de ők talán két-három évig döntötték ezt, most már nem tudom pontosan, de de hát ugye a feleségeknek a gyerekek azért már feszítenék, hogy kicsit jobb életszínvonalra, kicsit többet költsünk, stb. stb. És hát mond ilyeneket is, hogy az, 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 hogy később jobb életünk legyen ahhoz, néha az elején azért kőkeményen be kell húzni a hogy, hogy meg le kell rakni egy alapot, hogy amire lehet építeni. Ez ember... nem annyira rózsaszín. Ez nem annyira rózsaszín. <laughs> és, és egy csomó ilyen van benne, ami, 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 szerintem ők is tényleg, amit átmentek, jó leírja, és Szerintem abszolút bátorító, és, és, és viszont ott van mindig a végén, hogy ha az ember az urat megkeresi, és az úr jelenlétében is megvan a kapcsolat, akkor viszont tényleg happy end -re lehet számítani. De ha ha itt a föld életben bármi is történik, akkor is a akkor is happy end, end van. End. És hát a vége meg ezzel fejeződik be, hogy, hogy így a szeretetről beszél, hogy arra sok mindent hallottunk, de, de hogy, hogy, az igaz, hát az, az ön, önfeláldozó is, és az, az, az ugye elég kemény is ott a vége szerintem, de, de tényleg ez hogy az úr nekünk az életünket se kell. Kimélem, hogy színű is adatta. És az, ez, ez már evangélium. Ez És ha... pontosan ez ezért érdekel, um, Andris, tőled is, hogy most mennyire ebben a korban, mert mondod, hogy te nem tud átélni azt, amit mi átéltünk, ez valóban egyik generáció nem tudja átélni azt, amit a másik, de nekünk mégis együtt kéne ezt valahogy kialakítani, hogy uh, mennyire van előttetek az, hogy vagy, vagy vagy, az úr munkája, vagy a karrier, uh, és hogy uh, uh, mennyire uh, uh, nehéz ez a, 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 döntés, vagy egyáltalán, tehát ebbe éltek -e, és hogy ebben ez a könyv esetleg hozott-e bármiféle szemléletmódosítást? Ugye én a ma magam kategóriára, tehát hogy önmagamról tudok nyilatkozni, és hát az én esetemben azért ez nem volt kérdés. Talán egyébként azért, mert én soha nem voltam arra kényszerítve, hogy egy között válaszszak. Azért abban a szerencsés helyzetben vagyok azért, hogy egy olyan országban élek, ahol ez nem választás kérdés jelen pillanatban, tehát hogy attól még, hogy én egy keresztény ember vagyok, aki képviselem az értékeket és a Isten különböző módokon, ettől függetlenül ez nem azt jelent, hogy én nem építhetnék karriert. A... Tehát a közéletben. Igen. Viszont a mindennapi életben ugye rengeteg időt igényel, úgymond Isten munkája, és, és rengeteg időt igényel a vállalkozás, és hogyha ez a kettő össze ütközik, akkor mi van? Viszont szerintem ebben is azért egy szerencsésebb helyzetben vagyok, tehát ha most magamról tudok nyilatkozni, de majd az, hogy a generációban Majd a generációban is kéne majd, hát, A saját mikroszkópikus ilyen mini keresztül ezt megpróbálhatjuk megszemlélni, de ugye ez nagyon természetesen persze nagyon színes. Persze. De az biztos, hogy, hogy szerintem például azért ugye sokat, sok kérdője szokott felmerülni a modern technológia kapcsán, de azért az például, hogy, hogy mondjuk a bibliafogyasztás például, most mondok egy nagyon szürreális egyszerű példát, hogy mondjuk ahhoz, hogy én kinyissam a bibliámat, nekem nem kell egy bibliát a hónap alatt cipelnem, ugye annak is megvan a szépsége, ott van szépen a polcon, ugye a szép nagy, amit ugye lehet használni esténként meg reggelente, de egyébként ha az embernek napközben valamire gyorsan szüksége van, akkor a telefonján azonnal meg tudja nézni. Ez most csak egy olyan példa arra, hogy a ugyan gyorsul a világ, nagyobb harcot vív az ember a saját időbeosztásával esetenként talán, de azért viszont vannak olyan pozitív oldalak is, amiket nagyon egyszerűen be lehet mm -hmm. építeni, vagy segíti ezt a fajta gondolkodást. És számomra egyébként még egy darab ilyen gondolat volt, amit rám még a, a, ebben a tekintetben, hogy most vagy vagy, meg hogy, meg hogy mennyire lehetséges a kettőt együtt elérni, ez, számomra az volt egy érdekes gondolat a könyvben, hogy egy ponton beszél arról, hogy az ő tapasztalatából, az egyik srác meséli, hogy az ő tapasztalatából ő azt szűrte le, hogy, hogy ez a, az a cél, amit kitűz az ember maga elé, az nem, nem mindig egy, egy egy, egy konkrét olyan célnak kell lenni, amit elér, és aztán vége, tehát hogy pont. Tehát, hogy egy, egy elérhető valami, ami, ami, amit hogyha elér, akkor vagy akkor vége van, vagy ha nem érje el, akkor meg még nem nyugodt, mert hogy nem ért el, hanem mondta, hogy ez sokkal inkább egy, egy folytonos státusz. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy van happy end, és ugye arról beszéltük a könyvben, hogy ez a happy end igazából ennek egy valamilyen szinten folytonosnak kéne lennie, Aha. hiszen, hiszen azt a valóságot kellene megélni a mindennapi életben. És ez számomra egy ilyen tök inspiráló gondolat volt, hogy mindeközben, miközben az ember ugye nagyban küzd a mindennapok vizein. Meg hát az egzisztenciában, ami jogos. Közben mégis azért fontos emlékeztetni önmagunkat, hogy Egyrészt kezdjük ott, hogy, hogy ki tudja, most nem akarok tényleg senkinek álmokat rombolni, de ki tudja, hogy azok a célok, amiket a fejében megbízon át, azok valaha beteljesednek-e. És hogyha esetleg nem teljesednének be, akkor ez egy rendkívül szomorú történet, hogyha ő addig nem nyugodik meg, amíg azokat a célokat nem értel, el. Mert akkor, akkor sosem nyugszik. Ilyen meg. szempontból egy nagyon jó tanács, amit ezek a srácok megfogalmaztak, hogy hogy hát az általános a általános nyugalom sokat segít abban, hogy, hogy ezeket a célokat esetleg egy inspiráltabb állapotban próbálja az ember üldözni, mert hát az jó, hogyha vannak célok, csak hát ugye nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Igen. Szóval ez volt egy még egy inspiráló gondolat, hogy annak ellenére, hogy, hogy persze minden nap választani kell, de hogy ez sokkal inkább egy ilyen általános folytonos valóságként az ember, ha beépíti, akkor sokkal egyszerűbben kezelhető, mert egy, egyrészt ugye megszokás, másrészt meg minden valóságá válik. Hát igen, ugye az egyik szintje, amit te is mondtál, hogy háromféle szinten kell, ugye személyes, gyülekezeti és nemzeti szinten, tehát a gyülekezeti az egyben egyházi is, hogy hogyan. Ütközik vajon az, hogy rendben van, hogy a személyes szintjén is az amerikaiakról ugye az individualizmus szokott még eszünkbe jutni, meg általában a nyugati kultúráról, hogy itt az álmok mennyire személyesek, és ugye akkor az egzisztencia teremtés maga alá tudja esetleg ö, temetni akár az értékeket is átmenetileg. Én erre is gondoltam, hogy ez is egy kihívás, mert az egzisztencia teremtés teljesen jogos igény, az álmok is teljesen jogos igény, de közben ott van az is, hogy én már tartozom az úrhoz, és hogy ez most megjelenik-e valahol, vagy ez egy harmadik út, és csak külön jelenik meg, és akkor, ahogy a mi nyelvünkben mondják, hogy hinni csak a templomba kell a többi részén az életének, nem? Hogy ugye itt a gyülekezeti élet hogy jön be? Mert még azt el lehet képzelni, hogy az ember a, na arra van ideje, hogy előkapja a telefonját és megnézze a Bibliát, de vajon mennyire fontos része például a közösségi életennek? Te látsz erre, vagy, vagy, te szeretnél válaszolni? Andris, akkor majd folytasd nyugodtan. nyugodtan. Ön, igazából csak annyit akartam így hozzátenni, hogy ö, szerintem ez, 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 egy tényleg egy mindennapos eldöntendő kérdés, viszont ugye van egy ilyen sokat elcsépelt része a, a, most Ugye ez én korosztályomnak ez mindig egy ilyen nehéz eset, mert ugye mi sok, sok, ilyen, ö, ö, sokszor ismételt igazságot hallunk ugye nap, mint nap ugye a különböző ige hirdetésekben, és egy idő után már ugye a, a mi fülünkben ilyen elcsépeltnek hangoznak, hiszen ugye annyiszor halljuk, viszont ugye nagyon sok esetben ezek nagyon komoly és mély valósággal rendelkeznek. Például az egyik ilyen, amit szerintem az a könyv nagyon jól kiemelt, hogy keresétek először Isten országet, és minden megadatik ráadásként. És ezt olyan szépen megillusztrálták, de nem egy, hanem, mit tudom én, tucat szorival, hogy éppen melyik helyzet hogyan alakult ez ki, hogy ilyen módon emiatt szerintem megéri már a közösségbe fektetni, és a többi, hiszen hogyha, ha, ha, ha ezt egy ilyen egyenes visszatérülési, vagy, vagy, ha most nagyon szakmai kifejezésekkel akarunk élni, a karrierbiztosítási, vagy, vagy, vagy ö, ö, hát, hogy életbiztosítási kategóriaként kezeljük, hogyha ha ezt helyezed előre az életedbe, akkor a többi az garantált, akkor viszont szerintem ez még, még üzleti alapon is egy nagyon jó deal, tehát hogy ezt ez még mindenképpen megéri. Tehát, hogy ez egyéni hit, közösségi hit. Igen. Ahogy föltetted a kérdést, az volt bennem, hogy akit érdekel a válasz, olvass el a könyvet. Így van. Mert erről válaszol még a könyv, <laughs> és tényleg mindent nem is tudom, nem is kell, mert ez, ez a könyv tényleg azt mondja el, hogy hogyan kell keresztényként élni ebbe a világban. És azt mondja, hogy ha te a munkádban, a legegyszerűbb munkád, utcasebb, vagy bármit csinálsz, azt a legjobb minősébb, és a legjobb szívvel, akkor te az Isten szolgálod. Tehát ő, ő, ő nem válasz ennyire szét, hanem nekem ez is tetszik, hogy a könyvben, hogy az, hogy most te itt, hogy beszélsz a mikrofonba, hogy hogy tekergetik ott a gombot, hogy hogy adja mindenki egy legjobb szívvel csinálja azt, amit tesz, és, és, és szeretettel, és örömmel, és, és, és a legjobb színvonal, amit csak tud, akkor ő az Isten szolgálja ezzel. És, és, és nem kell mindig csak prédikálásra gondolni, vagy imádkozásra, de ezt is mondja, hogy éljünk szellemeltet, nagyon hangsúlyoznak az igazság, az imádkozás, ezeket, ezeket, ezeket mind, nem mind. lehet elhagyni, akár nem, mit csinál nem, az ember. Így van, így van, és ezek mindig az elsők voltak az életükben, és rengetegszer leírja, letérdeltek, imádkoztak, ha olyan döntés kellett, az urat keresni, most mi, 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 ezt szeretnénk, de legyen meg a tap. És ezt mindig, ezt mindig meg tudták csinálni. Ők mindig elmondták, hogy ők mit szeretnének, mi az ő álmuk, de legyen meg az urakarat És több ilyen elég komoly döntés volt az életük, amit, itt le is írnak, hogy, hogy ezekben a nagyon nézhetetekben tényleg az ember félti a hírnevét, félti a szakmai sikerét, félti az anyagi életét, stb. Mert amikor az ember megszerzett valamit, azt majd nehezen adja el. És ez is, ezt is nagyon visszaadja a könyv, hogy, hogy, hogy a félelmeinket hogyan győzzük le. Uh -huh. Mert mindenki vannak félelmek. Bármi. Amit már elértél, ma félted. Hogy, hogy hát, de van olyan. Ja, hogy akkor el... is, ha az úrral érted el, hirtelen az már a így sajátod, így és így akkor van. félted. Szerint... Ez egy nagy csavar azért az ember életében, nem? Szerintem borzasztó, van leírva. Tehát én mindenkinek teljes szívemből tudom leszt ezt a könyvet, aki egy kicsit is érdekli a saját sorsa. Komolyan. És van -e, akit nem, de. Hát igen, van nekik külön. Én, én, én ismerek, hogy majd so sodródjunk a dolgok, az lesz, hogy lesz, de az az, 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 az Esély ez se van. Ez, is egy szélsőséges, hogy majd mindig. Nem, azért nekünk nagyon komoly dolgokat meg kell csinálni, amit tényleg az úr mutat, vagy egyszerűen az, az élet az, az ki is követeli, és ezekben nem lehetünk lusták, nem lehetünk hanyagok, stb. Tehát az egy, egy ilyen feszes életre. Hát még egy ilyen mondat is talán, hogyha eszembe pontosan, hogy, hogy ahhoz, hogy... Hát most lehet, nem teszem, De valahogy úgy volt, hogy ahhoz, hogy... Tehát, hogy fegyelmezetten kell élni, tehát ez nagyon nagy hangsúlyt a fegyelmezett életre. Tehát mm -hmm. nem egy ilyen tingli életet akarnak bemutatni, hanem nagyon fegyelmezett élnek ahhoz, hogy utána úgymond áldásból is tudjanak részesedni. Sokan szeretnék az áldást, de a fegyelmezettséget már nem a következetességet, hogy minden nap rendszeresen ezt, hogy tényleg az, az urat keresni. Mert mindenki szeretné az áldást, de bármennyire is furcsa, ez nem, nem így magától van hanem valahogy együtt kell működni az Úrral, az igével, és hogyha letesszük az életünket, akkor az Úr vezet, de mi sokszor ráfogjuk, hogy minket az Úr évezetett, holott az csak ami mi kényelmünk vezetett úgy, és, és hogy ezt is nagyon jól leírják, hogy, hogy a Szent Szem az nem feltétlenül abban az irányban mindig, hogy nekünk kényelmesebb, könnyebb, egyszerűbb, hanem sokszor pont amikor kényelmetlenebb, nehezebb. És valahogy, valahogy egy, 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 ilyen mondat is volt, hogy, hogy igen, hogy akkor leszel fegyelmezett, hogyha hozzászoksz a kényelmetlenséghez. Valami valami, 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 igen, így igen, van. igen, igen. Pont, pont, így. <laughs> pont így. Neked is megvan? Persze, ez, egy, ez meg van egy másik érdekes mondat, csak ezt viszont magyarba egy kicsit nehéz visszaadni, hogy, a, 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 hogy ahhoz, hogy elér, most, most általánosítom, mert a maga mondat nem így hangzott el, de hogy ahhoz, hogy, tehát, hogy ha, ha, megtartóztatod magad attól, amit abban a pillanatban szeretnél, akkor hosszú távon eléred azt, amit amúgy egyébként szeretnél. Igen, és ezt, ezt az endorfinnal, meg a, meg a mi a másik? Um, az adrenalin. Igen. igen, és ugye ez ez is egy nagyon érdekes, és tényleg így van, szerintem, hogy az adrenalin, az, az most azonnal. A, az, az endorfin, azt meg azért értem, mert én is voltam hosszú futó és azt mondja, hogy azt csak fájdalom által lehet átélni. És mind a kettő boldogságérzetet okoz. Igen, pont egyik. Az egyik futókkal például, Az egyik rövid igen. távon, a másik pedig hosszú távon hosszú biztosítja. Távon. A, hát ez egy nagyon jó, jó kép. Igen, nekem is nagyon tetszett, és Mondom, tehát nagyon sok ilyen sportpéldát is hoznak, és azok például nekem hozzám is nagyon közel és értettem, kivéve ezt a, a baseball szabályokat, de úgy, úgy, úgy az egészet meg értettem, és, és ez, ez is egy példa, ez is egy nagyon, hogy ahogy, ahogy az egy sportoló is nem tud eredményt elérni, tehát ő, én nem értem, hogy mondta, hogy hányat ütöttek a fogam, hogy hányat kell ütni, meg száz vagy de ahhoz, hogy mit tudom, csak mondok, hogy kétszázat üssön, csak mondtam egy példát, ahhoz ő neki gyakorolni kell. Ez nem úgy, hogy oda hogy egyből kétszázat ütsz, hanem mit tudom én, meddig kell az gyakorolni, és az már fáj a vége, hogy még, 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 fel, tehát hogy a fejlődéshez igenis a fájdalomvállalásra benne van és a kellemetlenségnek a vállása, amit sokszor a mi kultúránkban, én látom ezt sokszor fiataloknak, hogy szeretnék kikerülni, hogy, 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 azért olyan könnyű legyen, kényelmes legyen, fotelből meg lehessen csinálni, ne kelljen fölke, kell, ne kelljen elmenni sehova, mert ez is egy áldozat, hogy föl kell kell, az elkemmel Isten tisztelet. Például Igen. most a Covid után ez is egy nagy üzenet, Igen. mert azért rászoktunk rendesen az online közvetítésekre, és ez már, ez már egy fájdalmas, most, és énekről is van szó, tudod, hogy hogy igen, fel kell kelni, el kell menni, ez majd áldozat. Igen. És hát ugye erre szoktuk mondani, hogy na ez az az amerikai hatás, ami minket is egy kicsit így tönkre vágott, hogy ilyenfajta kényem, de kiderül, hogy Amerikában Isten valósága pontosan ugyanolyan. Nem, mint ezek a teljesen látták, hogy Amerikában milyen nagy gázok vannak, és <laughs> hogy az egyház milyen nagy kudarcot vallott az elmúlt, és azért vannak ezek a ezek a erkölcsi romlások, és ők ezek ellen komolyan felléptek, és ebbe a könyvbe is, meg hát most már nem mondjuk el tényleg az egész poén, de, de azért ők azért tényleg, hát úgy, úgy szeretik az embereket, és, az, és azon vannak, hogy minél több ember megismerje az urat. És ez önmagában szerintem jó. És az egész nem, életüket jó. erre tették föl. Andris, egy utolsó gondolat? Ez ehhez nincs mit hozzátennem, ehhez Nincs mit hozzátenne egy dolgot teszünk hozzá, olvassák, vegyék meg a könyvet. Most szóval. már nem tudunk olyan embert mondani, akire ez ne hadhatna inspirálólag, tehát ez nem egy, egy speciális célközönségnek szól, hanem a hitüket megélni akaró embereknek. Igen, és még annyit, hogy a vége a legizgalmasabb. De ne azzal kezdjék! Ne azzal... Azt hiszem, ezt minden olvasó megfogadhatja. Nagyon köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és köszönöm Iléskornénak és Longa Orrandrásnak, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Mi is köszönjük köszönöm szépen.